Hetedik alkalommal nyújtja a karját Deli Rihárd, a szekszárdi gyakorló iskolában sem először ad vért. A helyszín nem véletlen, gyermeke ebben az oktatási intézményben tanul. Azt mondja, azért tartja fontosnak a véradást, mert így szeretne másokon segíteni. Általában ide az iskolába szoktam járni, de van, amikor a véradó állomásra. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy adjanak az emberek vért, mert saját családtagunk is bármikor rászorulhat egy adott baleset folytán. Az Országos Vérellátó Szolgálat legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a betegek folyamatos vérellátását, ezért szervezik ezeket a véradásokat, mondta Pászti Vera, a szekszárdi vérellátó vezetőfőorvosa. A vérkészítményekhez véradás kell, mert az emberi vér semmi mással nem pótolható. Az Országos Vérellátó Szolgálat legfontosabb feladata, hogy a biztonságos vérmennyiséggel ellássa a betegeket. A vörösvérsejt koncentrátum azonban csak 35 napig, a vérlemezke készítmény pedig mindössze 5 napig tárolható, ezért állandóan nap mint nap folyamatosan újabb és újabb véradások szervezésére van szükség, hogy ezeket a rövid lejáratú készítményeket pótolni tudjuk. Tavaly Tolna megyében több mint 10 000 jelentkeztek véradásra, megközelítőleg 10%-kal kevesebben, mint 2018-ban. Pászti Vera azt mondja, a véradók számának csökkenése fakadhat a kiszűrések számának emelkedéséből és az átlag életkor növekedéséből is. Az iskolákba is azért szervezik a véradásokat, hogy minél több fiatalt elérjenek. A népesség átlag életkora nő, és ezért a véradók közül is egyre többen érik el a felső 65 éves korhatár. A legjobb erre a középiskolákban szervezett véradás, mert ott a 18. életévüket betöltött fiatalok adhatnak vért egy vidám, jó hangulatú közösségi élmény keretében. Az általános iskolákban, mint például a gyakorló iskolában szervezett véradásokon pedig a gyermekek szülei tudják megszólítani. A vérellátó szolgálat munkatársai ezt azért tartják fontosnak, mert ez a 35-40 éves korosztály a legkevésbé aktív véradás szempontjából.